Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Nem lehet bevinni bármilyen tárgyat szeptembertől, korlátoznak az iskolákban. Sok a baleset Tolnában, a meleg idő miatt csökkenhet a koncentráció. Gerjeni Dunarock motoros találkozó, újra felbőgtek a motorok. Strandröplabda verseny, Vaddomboriban mérkőztek meg. Egy új rendelet szerint 2024. szeptember 1-től a nevelési intézményekben korlátozzák és tiltják bizonyos tárgyak használatát, egyes eszközöket pedig az épületekbe sem szabad majd bevinni. A cél az erőszakos cselekmények megelőzése, valamint a tanulók testi-lelki egészségének megóvása. Tolnaiak véleményét kérdeztük. A tiltott tárgyak között szerepel többek között vágó élő szúró vagy vágóeszköz, rugóskés, gázspré, elektromos sokkoló, de az alkohol, a dohánytermékek és az energiaital is a listára került. A használatában korlátozott tárgyak közé tartoznak a telekommunikációs kellékek, különösen a mobiltelefonok, valamint az internet elérésére alkalmas okos eszközök. Ezeket tilos lesz használni az általános iskolákban, valamint gimnáziumokban, szakgimnáziumokban egész tanítási nap, a kollégiumokban a foglalkozások idejében. Az alapfokú művészeti iskolák és a szakiskolák minden év folyamán szintén a foglalkozások, tanórák és az intézményben töltött idő alatt. Takács Zita, a Tolnai Vusinszki Mór általános iskola intézmény vezetője elmondta, ők már egy ideje szabályozzák a mobiltelefon használatot, meg is vannak rá saját módszereik. Hát nálunk az iskolában eddig is a házi rendelő írta, hogy reggel a gyerekeknek az okostelefonjaikat le kellett adni. Ezt a hetes gyűjtötte össze, minden osztálynak van egy saját kis kosara, amiben a telefonokat elhelyezték, és első óra előtt a nevelőszobába azt leadták. És a gyerekek úgy jutottak hozzá, hogy amikor vége volt a tanításnak, akkor jönnek a tanári szobába, bekopognak, és az ott lévő nevelő kiadja azt a kosarat, és ott kivehetik a saját telefonjukat. Bár próbálják betartatni az előírásokat, azért ez nem minden esetben lehetséges. Van azért, aki ezt a rendszert kijátsza, ugyanis már mondtam, említettem, hogy mi gyerekek táskájában nem gyúlunk, tehát mi azt nem ellenőrizzük, hogy valóban leadta a telefonját, vagy nem történt olyan praktika, hogy két telefont hozott, az egyiket látványosan leadta, vagy odaadta olyan társának a telefont, akiről tudjuk, hogy nincs nála, és akkor ő pont az, hogy nézzük meg a táskáját, vagy ő maga is kipakolta, és valóban ott nem volt telefon, hiszen addigra már másnál volt. Az okostelefonok használata már a hétköznapjaink részévé vált. Ebbe a tevékenységbe az újabb generáció egyszerűen beleszületik, és az oktatási intézményekben is egyre többször előkerül a táskákból. Tolnaiak többsége egyetért a kommunikációs eszközök kizárásával. Mert szerintem az iskolában tanulni kell, nem ez a megoldás, hogy ottan egész nap a telefont nyomkodják órákon, és ezt rendszeresen zavarják vele az órákat a legtöbb iskolában. Babos Béla 7 gyermekes apukaként különös figyelmet fordít a gyermekek szellemi fejlődésére, így örömmel fogadja az új szabályozást. Hát nálunk 12 éves kor alatt nem volt addig telefon, tehát akkor is csak utána, hogyha elment középiskolába, de nem kapta meg. 14 éves kortól volt telefon, mert ugye lemarad a többiektől, különben sajnos a híradás technika világában ez nehéz dolog. Sokan már otthon is arra szoktatják a kicsiket, hogy minél kevesebbet nyomkodják ezeket az eszközöket. Őnekik a szüleik eléggé bekorlátozzák, csak bizonyos időbe. Van telefonjuk, hogy a szülők elérjék, de nincsen ilyen internet meg egyéb hozzáférésük. Egy 8 meg egy 11 évesnek. A háromnak meg még nem kell. A rendelet szerint a kellékeket a tanítási nap kezdetén le kell adni, és elzárt helyen kell tárolni. A tervezet szerint a leadott tárgyat az átvétel időpontja szerinti állapotban kell visszaadni. Hétvégén is, hétfőn is számos baleset történt Tolna vármegye útjain. Ezekről kérdeztük Köves Pétert, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét, aki elmondta, hogy a balesetek megnövekedett száma a meleg időjárásnak is köszönhető. A hőség hatására koncentrációnk is csökkenhet vezetés közben. A hétvége legnagyobb baleseténél három személy autó ütközött össze a 65-ös főúton Tevel térségében. Az egyik vétlen sofőrt súlyos sérülésekkel mentőhelikopter vitte kórházba. Ezekhez riasztották a szekszárdi, valamint a bonyhádi hivatásos tűzoltóegységeket, itt feszítővágó segítségével szabadították ki az egyik gépjármű utasát, összesen öten sérültek meg ebben a balesetben.
Ebben az évben már 153 közlekedési balesetnél járunk, ahol Tolna vármegyei tűzoltók beavatkozására is szükség volt, mintegy 97-en sérültek meg, és 4 ember életén sajnos már nem lehetett segíteni. Hétfőn is több baleset történt, melynek fő oka a követési távolság be nem tartása volt. A 65-ös főúton nem messze a Siogárdi bekötő úttól egy autós későn észlelte az előtte forgalmi okból lassító másik kocsit és nekiütközött. Kakasd és Bonyhád között szintén hasonló okból ment össze két kocsi. A nyári időszakban fontos még tudni, hogy július 11-e óta országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Erről is beszámolt a szóvivő. Ami azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőben, fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetén belül található külterületi ingatlanokban. Tilos a parlag, valamint a gazégetés is. Nyilván itt a kijelölt tűzrakó helyeken sem engedélyezett a tűzgyújtás. Tolna vármegyében eddig 93 esetben kellett szabadtéri tüzekhez vonulni, mintegy 37 hektárnyi terület égett le, és 161 fecskendőt kellett ezekhez a tűzesetek felszámolásához biztosítani. Itt a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók mellett az önkéntes tűzoltó egyesületek is nagy erőket fektetnek be annak érdekében, hogy ezeket a tüzeket meggátolják, megfékezzék. A tüzek megelőzése érdekében mellőzni kell a cigarettacsikkek eldobását, akár gyalogosan, biciklivel vagy autóval közlekedünk. Gáznyomás csökkenés, illetve gázszünet várható Tolnán szerda reggel 6 órától csütörtök reggel 6 óráig, tájékoztatott a település önkormányzata. Szekszárd második gázátadó állomásán éves tervszerű karbantartást végeznek ez idő alatt, ez okozza a szolgáltatás szünetelését. A kimaradás miatt a helyiek megértését kérik. A megemlékezők pénteken Budapesten a Hősök terén elköszöntek Petrovics János országos bajnok olimpikon boxolótól, aki 12 évesen kezdte a pályafutását Dombóváron. Az egykori sportolóra július 8-án Hévízen falbontási munkálatok közben téglafal omlott. Ennek következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Petrovics János 1992-ben Barcelonában képviselte Magyarországot az olimpiai játékokon. Sorra jelenti be a Milfood 22. Tarka Fesztivál fellépőit és programjait Bonyhád Város Önkormányzata közösségi média oldalán. A fesztivál Bonyhád is térségének legnagyobb gasztrokulturális szórakoztató rendezvénye, melyet idén augusztus 9-én és 10-én tartanak. A nagyobb nevek közül fellép a Margaret Island zenekar, a Neoton Familia, a Soulwave, de a dal 2024 győztese László Evelyn is. A rendezvényen főzőverseny is lesz marhahúsból készült ételekkel. Ismét felbőgtek a motorok és felcsendültek a legjobb dalok a Dunaparti település színpadán. 15. alkalommal rendezték meg a Gerjeni Duna Rock motoros találkozót. 19 zenekar lépett fel a 3 nap alatt a két színpadon, mondta el nekünk Pilisi István. Van, aki 3 napra jön, van, aki 2-re, van, aki 1-re, de lejön csütörtökön, szombaton. Ez mindig csak vasárnap derül ki, hogy hányan. Általában azért 3-4 ezer ember közt szokott itt megfordulni a 3 napban. Gerjenen volt az ország szeme hétvégén, hiszen hazánk minden szegletéből érkeztek fesztiválozni a rockzene és a motorok kedvelői. 120. motoros találkozóm ez. Gyakorlatilag 48 éve motorozok, sikeresen. Nagyon szeretek találkozókra járni, mert sok ismerőssel, új emberekkel meg lehet ismerkedni szép hazai tájakon. Mezősi László rengeteg találkozón járt és szereti a rockzenét. Ekkor kezdte megálmodni a Gerjeni Rock motoros találkozót, majd 2009-ben szervezte meg az elsőt. Soha nem gondoltuk volna akkor, hogy ez ekkorára növi ki magát, és ilyen nevezzenekarokat tudunk felléptetni, mint Magyarország legnagyobb rockzene, vagy legnagyobb zenekarai is megfordultak nálunk. László és csapata fontosnak tartották, hogy olyan helyszínt találjanak, ahol családias légkört tudnak kialakítani. Igazából ez a területen egy jó kis sátorozási pontok vannak, kialakított ligetes erdő van, ahol a sátrakat fel lehet verni. Igazából tulajdonképpen ezt győző barátom találta ki, hogy magát a helyszínt találta meg, és mikor lejöttünk, akkor le is döntöttük abban a pillanatban, hogy itt meg lesz a rendezvény tartva. Az erős csütörtöki kezdés után egy még erősebb péntek következett, ugyanis a Rót zenekar 20 éves jubileumát ünnepelte a Gerjeni nagyszínpadon.
A szombati enyhülést hozó eső miatt az esemény leglátványosabb programja, a motoros felvonulás elmaradt. Kedden figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás volt jellemző több területen, tájékoztatott a Hungaromet ZRT. A Közép-Dunántúl 71%-án több mint 7.0 UV-index volt megállapítható, míg a Dél-Dunántúl 80%-án az UV-index meghaladta a 7-es értéket. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzenek a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, 11 óra és 3 óra között kerüljék a napozást. Vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Javában tart a grill szezon. A boltokba kerülő grill termékek jelentős része idén is hazai gyártóktól származik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara piaci körképe szerint még mindig a sertéshúsból készült termékeket, grillkolbászokat vásárolják a legtöbben, de nagyon népszerűek a grillsajtok is. Egyre több a fűszerezett, közvetlen sütésre előkészített termék a boltok kínálatában. Magas ára miatt a marhabúsból sokkal kevesebb fogy, ugyanakkor van egy szűkebb réteg, amelyik a magasabb minőségi kategóriába tartozó marhahúsból és juh vagy bárányhúsból is vásárol a sütögetéshez. Viszonylag magas ára miatt a hal szintén kevésbé keresett termék ebben a piaci szegmensben. A tervezethez képest egy órával később kezdődik csütörtökön a Paksi FC hazai találkozója a ciprusi AEK Larnaka ellen a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában. A párharc első mérkőzését eredetileg 19 órától rendezték volna Pakson, ám a közvetítő M4 Sport televízió csatorna kérésére 20 órára tolódik a kezdő sípszó, azért, hogy a találkozó ne csúszson egybe a Fehérvár FC meccsével. A paksiakat az Európa Liga selejtezőiben a román FC Corvinu lejtette ki, így most az egyen lejjebb rangsorolt konferencia liga selejtezőiben szerepelnek. A Tolnai Vitál Sport és Szabadidő Egyesület röplabda versenyt szervezett Faddomboriban. A parton remek volt a hangulat, nem bánták a sportolók, hogy végre nem a tűzőnapon kellett megmérkőzniük. Vörös Levente, a verseny szervezője és igazgatója a pálya mellől figyelte, hogy minden szabályosan zajlik-e. A mai versenyt amatőr strandröplabda párosoknak rendezzük, női, férfi, illetve vegyes kategóriákban. Összesen három ilyet rendezünk a nyáron, egyet már Szekszárdon a szekszárdi családbarát strand és élményfürdőn megtartottunk, illetve majd augusztusban is egyet fogunk. Ez most a Domboriban a saját pályáinkon rendezett verseny. Itt is két pályán játszunk, jó hangulat van, jó meccsek. Egy kicsit most esett az eső, de talán elállt, és most már ki fog sütni a nap, lehet fürdeni a Hold-Dunában, úgyhogy abszolút egy jó napot kínálunk itt mindenkinek, aki ellátogat hozzánk. Levente összegzése közben épp két-két női csapat harcolt a győzelemért a homokban, teljes erőbedobással. Bár vannak, akik visszajárnak, vannak, akik a Vitásport és Szabadidő Egyesület utánpótlásából játszanak az amatőr versenyeken is, illetve az utánpótlás versenyeinken is, úgyhogy elég vegyes a mezőny, fiatalok, kicsit idősebbek, akik szeretik a strandröplabda sportágat, itt megfordulnak. A strandröplabda a teremröplabdának egy alfaja, a röplabdán belül annak egy kis szelete. Több tényező is megkülönbözteti a fedett pályás változattól. Annyi a különbség a terem röplabdához képest, hogy nem 6-6 ellen játszak, hanem 2-2 ellen, illetve a pálya is 9x9 méteres térfél helyett csak 8x8 méteres, így valamennyivel kisebb, a hálómagasság az ugyanaz, férfi és női, viszont ugye a talaj teljesen más, tehát a játék dinamikája azért változik, az ütemeket, ahogy számolják a játékosok, elég eltérő. Úgyhogy főként nyáron játsszák a strandröplabdát, de már Magyarországon is elterjedt, hogy télen, sátorban rendeznek versenyeket, és úgy készülnek, illetve edzenek azok is, akik kifejezetten strandröplabdára szakosodnak. Az egyesületen belül a legtöbben a labdajáték mindkét válfaját űzik. A csoportversenyei mindig vonzzák az érdeklődőket. A hűvös nyári napon Domboriban is közel teltházzal zajlott le az esemény. Regionális híreink következnek. Megúszták, 11 ezeren teljesítették a távot a Balatonon.
Családi Fesztivál. Minden korosztálynak szerveztek programot a Harkányi fürdőben. Kulturális programok, gasztronómia, Dunamenti Halfesztivál Mohácson. Tizenegyezren vettek részt az idei 42. Balaton átúszáson Révfülöp és Balatonboglár között. A hagyományokhoz hűen most is volt féltáv, vagyis 2,6 km, és át is lehetett evezni a két part között. A legjobb eredményt 1 óra 1 perc 54 másodperces úszással Barabás Imre és Hartmann Máté érték el. A nevezőknek külön kihívást jelentett a dél előtt megerősödő szél. Reggel 7 órakor indultak el az első úszók Révfülöpről, hogy teljesítsék az 5,2 kilométeres távot. Az első célba érkezők szinte végig egymás mellett. Ezek pedig már a célba érkezés pillanatai. A leggyorsabb fiatalok kevesebb, mint 1 óra 2 perc alatt úsztak át a déli partra. Korlátot fogjátok, csúszik a lépcső. Az úszók egymás után csobbantak a vízbe, van, aki csak a felére, de a többség a teljes táv leúszására vállalkozott. A délelőtt során megerősödő szél sokak számára megnehezítette az úszást. Most igazából a hullámok, ami nagyon megerőltető számomra. A távban nem lenne, vagy hát a hajók közti távban nem lenne nagy probléma, de a hullámok nagyon rátesznek erre az egészre. A résztvevők biztonságát 150 vitorlás, 3 kórházhajó, vízimentők és vízirendőrök szavatolták. A szél nem csitult, így a szervezők 11 órakor 1 órára felfüggesztették a rajtot, ám 12:15-től újraindulhattak az úszók. Ez nem egy feszített víztükrő, mint egy medence, ahol beugrasz és nincs semmi probléma, nincs alattad a kék csempe, nem látod, nincsenek ott 33 méterenként a fal, amikor kicsit megkapaszkodsz, itt 50 méterenként vannak a hajók, tehát egy teljesen más, és aki nem gyakorlott, az kicsit nehezebben veszi a hullámokat. Először vett részt a kihíváson a hamarosan az Egyesült Államokba utazó Kapu Tibor kutatóűrhajós is. Sokkal másabb, mint a medencében úszni. Medencében sokkal jobb időt is tudtam volna sajnos teljesíteni. Mi általában 25 méteres medencében gyakorlunk a srácokkal, ami azt jelenti, hogy 25 méterenként el tud magad lökni a faltól. Ugye jóval gyorsabb vagy, mint itt a Balatonnak a nyílt vizén, de ettől függetlenül tényleg hatalmas élmény. A résztvevők között sokan azonban már nem először győzik le saját magukat a táv teljesítésével. Gurbán Béla az abszolút rekorder, hiszen mind a 42 átúszáson részt vett, és teljesítette is az 5,2 kilométert. Átérek, és gyakorlatilag visszanézek. Mondom, Béla, a mindenséget, már megint legyőzted saját magad. És hát a nagy vágyam az unokákkal szeretném átúszni. Húzzák ki a nagypapát a vízből. A 42. Balaton átúszáson 11 000-en vettek részt. Zenés-táncos programok, fitness bemutatók, koncertek. Minden korosztály megtalálhatta a neki megfelelő programot Harkányban hétvégén. A 29. Fürdőfesztivált tartották a Baranyai Kisvárosban június 19-e és 21-e között. A szombat dél előtti rossz idő ellenére is több ezren látogattak ki a fürdőbe. Egy dínó ismerkedik a strandolókkal a Harkányi fürdőben szombaton, a Lepke-medence túloldalán színpad kivetítővel. A Harkányi fürdőfesztivál második napján az időjárás nem volt kegyes a szervezőkhöz. Elég dühítő ez a mai időjárás, hiszen a kollégáinkkal a 40 fokba egy héten keresztül építettük a fesztivál helyszínt, úgyhogy ez a lelkünknek is rosszul esik, nem csak a fürdőnek. A tegnapi nap az nagyon jól sikerült, körülbelül 6000-en voltak kíváncsiak a tegnapi műsorra. A szombat délelőtt és kora délután eső éreztette hatását. Ma is vannak már 2000-en bent a strandon, mint láthatjuk, elmentek az esőfelhők, kezd tisztulni az ég. Nyilván sajnos ez a rossz idő rányomja a bélyegét erre a napra, tehát hogyha egy délután is verőfényes napsütés lesz, nem biztos, hogy az a létszám lenne, mint hogyha egész nap szép idő fogadta volna a felkelő embereket. Annyit kell tudni, hogy ettől függetlenül egy programelemet halasztottunk el, és a nyárzáró fesztiválra tettük. Ez a tradicionális vizes pólós és pocak szépségverseny, amit nagyon szeret a közönség és a résztvevők is. Július 19-e és 21-e között több színpadon léphettek fel az előadók. Bemutatók, gyermekműsorok várták a családokat, valamint együttesek, DJ-k gondoskodtak a jó hangulatról.
Hatodik alkalommal rendezték meg a Dunamenti Halfesztivált Mohácson. A rendezvényen lehetett főzni és kóstolni is, és a vállalkozóbb szelleműek versenyre is benevezhették halételeiket. Halászlé, halcsapaprikás és hasonló finomságok mellett kulturális programmal is készültek a szervezők. Mohácson már régóta hagyomány a Dunamenti Halfesztivál, ahova idén is várták az érdeklődőket. A rendezvényre látogatóknak két napon át gazdag programkínálat állt rendelkezésükre a finomabbnál finomabb ételek mellett. A legkisebbektől a legidősebbekig mindenki találhatott számára megfelelő elfoglaltságot, a kézműveskedéstől egészen a sétahajózásig a Dunán. Most hatodik alkalommal tartjuk meg a Dunamenti Hal Fesztivál rendezvényünket. Azt érdemes tudni róla, hogy ez egy gasztrokulturális rendezvény. Tehát ugye a rendezvény egyik ágát a gasztronómia képviseli, ami a Dunamenti halételek készítését jelenti elsősorban. Ugye itt számos baráti társaság, különféle csapat főz együtt egy jó halételt, vagy akár süt, ami egy önmagában már egy ilyen csapatépítő jellegű program, ezt nagyon szokták szeretni az emberek. A Halfesztiválon a gasztronómia mellett a magyarországi német kultúra is megjelent. Két színpadon láthatták az érdeklődők, különböző társcsoportok vagy fúvószenekarok színes fellépéseit. Napközben több településnek is lehetősége volt bemutatni a helyi német értékeket az úgynevezett Schwab utcában. Mohácson az év során nem csak a németek, de a többi nemzetiség is jelentős hagyományőrző programot szervez, akár közösen is. Hát a mi polgármesterünknek volt egy olyan mondása, illetve van, hogy Mohács a nemzetiségek fővárosa, és erre egy kicsit rá is erősít, hogy számos program van itt Mohácson, ami nemzetiségekhez kötődik. Tehát gondolhatunk mondjuk a busójárásra, vagy akár a babfőző rendezvényre, dunai mosásra, vagy a szerb bucsúra. Tehát minden nemzetiség igyekszik egy kicsit megmutatni a saját kultúráját, a saját értékeit. Érdeklődésből idén sem volt hiány, hiszen több mint 100 bográcsban készültek a halételek Mohácson a hétvégén. A fesztivál különleges vendége volt a Juhász Tirol együttes, akik a rendezvény záró koncertjét adták. Végül egy szextet utcabállal fejezték be a kétnapos rendezvényt. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Nem lehet bevinni bármilyen tárgyat szeptembertől, korlátoznak az iskolákban. Sok a baleset Tolnában, a meleg idő miatt csökkenhet a koncentráció. Gerjeni Duna Rock motoros találkozó, újra felbőgtek a motorok. Strandröplabda verseny, Vaddomboriban mérkőztek meg. Szerdán dél előtt a nyugati ország részben felerősödik az északnyugati szél, tovább mérséklődik a meleg. A széles időben felhő átvonulásokkal tarkított, változóan felhős napos idő várható. Tartós, jelentős eső nem érkezik. Este kitisztul az égbolt, országszerte gyengén felhős, csillagfényes éjszakára készülhetünk. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!